Tisztelt miniszter úr! Az orosz hitelből tervezett Paks 2 sok sebből vérzik. Én 5-öt fogok most felsorolni. 1. Először is baj van az Oroszországtól vásárlandó kísérleti, azaz referenciák nélküli erőmű típussal. Eddig 4-nek az építését kezdték el, de csak 1-nél jutottak el az üzembe helyezésig. Mind a 4 projektet hatósági kifogások, konstrukciós hibák és óriási késések kísérik. 2. Baj van a finanszírozással és a megtérüléssel is. Hazugság az, amit ön miniszter úr állít, hogy az atomenergia olcsó. Ma senki sem tudja megmondani, hogy a végén mennyibe fog Paks 2 kerülni az országnak. Alaphangon meghaladja a 4000 milliárd forintot, de tudjuk, hogy a kormány mindent alábecsül. Ha ennek a dupláját vesszük, nem hiszem, hogy nagyot tévedünk. Ráadásul az atomenergia árába nem számítják bele az atomerőmű létesítésének és a kis és nagy aktivitású hulladék elhelyezésének a tényleges költségeit. Ha ez megtörténne, egészen más számot kapnánk. 3. Paks 2 probléma azért is, mert kényszerpályára tereli Magyarország energiapolitikáját. Egyszerűen elveszi a teret és forrásokat a megújítható energiától. 4. És elfogadhatatlan azért is, mert megoldatlan az atomerőműve képződő nagy aktivitású hulladék sorsa. Oroszország nem veszi vissza, a kormánynak pedig csak annyi ötlete van, hogy egy ideglenes hulladéktárolót épít a tervezett 2 új reaktor mellé, sokszorosára növelve a nukleáris energiatermelés kockázatát. 5. Végül, de nem utolsó sorban, Paks 2 növeli az orosz függőséget. Mindezek miatt kérdezem, hogy a kormány megvárja-e, amíg a választók népszavazáson utasítják el a már is 100 milliárdok értelmetlen elköltésével járó atomerőmű bővítést, és az egyetlen észszerű megoldást választva felmondja az Orbán-Putyin atompaktumot. Köszönöm, megadom a szót Lázár János miniszter úrnak. Ön a szó. Köszönöm szépen, igen, tisztelt elnök úr, nem illik a kormánynak sem, a kormány tagjának triumfálni, de hát azért mégis ma van az a nap, amikor 3 évnyi munka után az Európai Bizottság hozzájárult a beruházás megvalósításához. Ebben azért néhány kollégánknak komoly érdeme van. Ma nem aktuális az önkérdése, korábban sem volt az, de ma legkevésbé aktuális. Konkrétan szeretnék válaszolni a kérdéseire. Az orosz függőség az nem az atomerőművel van meg, hanem annak hiányában állna elő, ugyanis hogyha nincs atomerőmű, ha nincs atomenergia, akkor több gázt kell vásárolni. Ha több gázt kell vásárolni, azt csak honnan vásárolhatjuk? Az oroszoktól vásárolhatjuk. Az atomerőmű garantálja azt, hogy gázt nem kell elégetni ahhoz, hogy áram legyen. Tehát kevesebb gázt jelent az atomerőmű, és kisebb függőséget jelent. Ráadásul ön is pontosan tudja, hogy ma a legkörnyezetbarátabb technológia az atomerőmű. 100 atomerőmű működik, képviselőasszony, Amerikában. 115 atomerőmű működik Nyugat-Európában. Ha ez olyan rossz dolog, az amerikaiaknak jó, a nyugat-európaiaknak jó, csak éppen nekünk nem lesz jó. Másrészt szeretném azt is jelezni, hogy Oroszország a hulladékot visszaszállítja, mint tette ezt korábban is, az üzemanyag megvásárlása esetén. Hozzáteszem, hogy a függőség akkor állna be, hogyha üzemanyag függőség lenne, tehát úgy állapodtunk meg az Európai Bizottsággal, hogy nem üzemanyag függőség van, hanem üzemanyag független, bárki szállíthat üzemanyagot az atomerőműben. Nincs kényszerpálya, mert 50%-ot termel az atomerőmű, és a másik 50%-ot jelen pillanatban importáljuk. A kényszerpálya az lenne, ha nem lenne atomerőmű, mert akkor 100%-ot kellene importálni, különös tekintettel arra, hogy a közeljövőben más erőművek bezárására is sort kell keríteni, ami áramot termel. Tehát, hogyha nem épül atomerőmű, nő az import, ha nő az import, nő a függőség. Szerintem atomerőművi kapacitást megtartva saját zöld energiás beruházások kellenek, hogy a másik 50% meglegyen. A kettő egymás mellett megférhet. A finanszírozás pedig, képviselőasszony, nem hogy kockázatot jelentene, hanem jelen pillanatban Magyarország képes lenne akár saját maga is finanszírozni, sőt arra is képesek vagyunk, hogy a hitelt kiváltsuk. Tehát finanszírozási kockázat nincsen. Az orosz technológiát pedig az Európai Bizottság megbízhatónak és az európai sztenderdeknek megfelelőnek minősítette. Ter úr válaszát. Viszont válaszra megadom a szót képviselőasszonynak. Köszönöm szépen, miniszter úr, azzal kezdem, hogy lehet, hogy Brüsszel hozzájárult, de a magyar emberek nem. Azért volt néhány közvéleménykutatás ezzel kapcsolatosan, és a legújabb szerint is Magyarország lakosságának a nagyobbik hányada elutasítja Paks 2-t. Én gondolom azt, hogy önöknek is vannak ilyen belső kutatásaik, ezt biztosan nagyon jól tudják. Egyébként lehet, hogy ezért nem annyira örül a kormány annak, hogy az LMP népszavazás kezdeményez Paks 2 kérdésében. Na, ez aztán tényleg egy nagyon jó vicc, hogy ön azt állítja, hogy az atomerőmű környezetbarát. Miniszter úr, én 30 éve,
nem tudom, egész életemben környezetvédelemmel foglalkoztam, de azért még ilyet nem hallottam. Tehát, miniszter úr, egy picit utána kellene nézni. Én azt gondolom, hogy az atomerőmű egyébként alapvetően első helyen nem műszaki kérdés, ez első helyen erkölcsi kérdés. Erkölcsi kérdés azért, mert ma még a világon nincsen arra technológia, hogy hogyan lehet elhelyezni biztonságosan a nagy aktivitású hulladékot. Erre nincsen válasz. Hogyan lehet az utódokra, a gyerekekre, az unokákra egy ilyen technológiát hagyni, amire nincs megoldás? Ma tudjuk azt, hogy a klímaváltozásnak milyen várható hatásai lesznek. Több mint 1000 év az atomenergia, az atom hulladék lebomlási határideje. Köszönöm, képviselőasszony. Viszont válasz illeti meg miniszter urat, miniszter úr, öné a szó. Amikor környezetvédelmi vagy klímapolitikai szempontokra utaltam, akkor arra utaltam, hogy a károsanyag kibocsátása mégiscsak kisebb, mint a szénerőműnek, kedves képviselőasszony. Németországban lehet, hogy bezárnak az atomerőművek, de gőzerővel működnek a szénerőművek. Kérdéséhez mennyit tesz hozzá Németország klímapolitikai céljaihoz. A másik megjegyzése pedig, én tiszteletben tartom az ön fölkészültségét és a morális és erkölcsi aggályait sem cáfolom. Ugyanakkor van egy másik morális probléma, hogy ma 36 forint kilovattórát fizetnek a magyar lakosok. Németországban, ahol nincs atomerőmű, 90 forint per kilovattórát fizetnek. Az is morális kérdés, hogy olyan legyen az áramára, ami a lakosság által megfizethető. Ma Paks azt jelenti, hogy 11 forintért állít elő áramot kilovattóránként, és ezt a magyar lakosság és a magyar ipar meg tudja fizetni. Ezeket a dilemmákat kell felosztani, illetve feloldani. Döntés pedig volt, képviselőasszony. Hát amikor parlamenti képviselők valamiben döntenek, vagy állást foglalnak, kinek a nevében döntenek? Hát a nép nevében, a nép küldött ide mindannyiunkat, a nép nevében eljáró parlamenti képviselők egy választás előtt és egy választás után jóvá hagyták ezt. A választáson pedig erről szavaztak többek között a magyar választók, hiszen számos parlamenti párt ezzel kampányolt.